Míg javában zajlottak a felújítási munkálatok augusztus közepén a Vasvári Pál gimnáziumban, mozgalmas nyarat tudnak az itt dolgozók maguk mögött, de megérte, mert az iskola kezdéskor már ez a látvány fogadta őket. Egyebek mellett az alaksori tantermek és a folyosók falai is megújultak, illetve a földszinti tantermek PVC burkolatának cseréje is megtörtént. Ennek a teremnek ez a fala körülbelül az ablak magasságig omló fal volt. Az iskola önerejéből nem tudta volna megvalósítani a felújítást, mondja Horváth József igazgató. A többi iskolához hasonlóan ők is szerény költségvetésből gazdálkodnak. Az önkormányzattól kapott közel 17 millió forint tette lehetővé, hogy a diákok ne omlatozó falak között töltsék mindennapjaikat. Tennivaló azonban még van bőven. Ami ezek után nagyon szorító problémánk, az a nyílászárainknak az állapot, az ablakaink nagyon rossz állapotban vannak. Tehát ez megint egy óriási nagy és a mi erőnket meghaladó projekt lehet. Remélem, hogy lesz akár Európai Uniós támogatásból a lehetősége a városnak, amivel esetleg segíthet. Az iskolai bejárásokon kiderült, hogy az intézmény állapota erősen kifogásolható, mondja Kovács Zsolt, a városrész önkormányzati képviselője. A lakosságtól is számos megkeresést kaptak annak érdekében, hogy a felújítás elinduljon. A helyi újság SMS rovatban is felhívták a figyelmet a gimnázium állapotára. Az azt eredményezte, hogy én azt követően felvettem a kapcsolatot avval az illetővel, aki ezt az SMS-t írta, megkerestem az igazgató urat, közösen bejártuk az iskolát, jeleztem a polgármester úrnak, hogy tarthatatlan az állapot, polgármester úr rövid időn belül szintén kijött, és intézménybejárás keretében ő tapasztalta. Összesen 13 intézményben zajlott felújítás a nyáron. Közel 70 millió forintot fordított erre a célra az önkormányzat. Nem csak a Vasvári gimnázium, hanem például az Árpád úti óvoda, a speciális bölcsőde és a Tóvárosi iskola is megújult. A munkálatokra az önkormányzat a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft-t kérte fel. Igenis kell, hogy legyen egy olyan karbantartó felújítást elvégezni képes csapata a városnak, a városgondnokságon keresztül, amelyik bizonyos szakipari munkákat el tud végezni, hiszen sokkal könnyebb az eljárás rendszere ezeknek a felújításoknak, így a garanciális igényt könnyebb érvényesíteni, és természetesen a városgondnokság városi alkalmazottjai és az intézmények városi alkalmazottjai közötti együttműködés az biztos, hogy sokkal gördülékenyebb és jobb. Az intézmény felújítások sora a fiskális úti orvosi rendelőben folytatódik majd, amire pályázati támogatást is nyert az önkormányzat. Idén egyébként 300 millió forintot költ a város felújításokra, de Cserpalkovics András polgármester úgy véli, ennél jóval több pénzre. Évente minimum 500 millió forintra lenne szükség ahhoz, hogy minden intézményt rendbe hozassanak.